füste borította be a környező falvakat és földeket a világ egyik legaktívabb vulkánja. Az indonéziai Merapi szombaton tört ki, füstöt és hamut szórva magából. A kitörést vizsgáló szakértők szerint a vulkáni hamufelhő egészen 3000 méterrel a csúcs fölé emelkedett. A Jáva szigetén elhelyezkedő vulkán utolsó jelentős kitörése 2010-ben volt, amikor 353 ember életét vesztette, 350 ezer lakost pedig evakuálni kellett a környékről.